Közel 800 méteres szakaszon újítottak feléletve építettek járdát Csonkahegyháton, melyhez a költségeket hazai forrásból finanszírozták. A Magyar Falu program pályázatán 7 milliót meghaladó összeget nyertek. A fejlesztést a belügyminisztérium 10,6 millió forinttal támogatta, melyhez 15 önrészt biztosítottak. Jelentették be a helyszínen tartott sajtótájékoztatón, ahol az elmúlt években történt beruházásokról is beszámoltak. A 30 esztendőn át használt út leromlott állapotba került. A munkák novemberben fejeződtek be, melynek eredményeként a gyalogos közlekedés biztonságossá vált. Az áll használódott járdaszakaszt azt felvárték, amára már ugye feltudták, ahol csak betonos volt, ott ugye az ugye nehezen tisztítható ugye a sok toldás miatt, meg ugye tehát nem is lehet sózni, mert a beton tönkre teszi. Azok a szakaszok azok egy záró rétegbe kaptak aszfaltburkolatot, a másik szakaszok, ahol meg ilyen lépcsők voltak benne, tehát sajnos még így is maradt a településen kettő három helyen, ahol még azt nem tudták bele, hogy az akadálymentesen lehessen végig végigmenni, ott muszáj lett a területadottsága miatt behagyni azt a lépcsőt. Korábban 13 milliós ráfordítással a polgármesteri hivatal épületét hozták rendbe. Kicserélték a tetőszerkezetet, akadálymentesítették a bejáratot, és korszerűsítették a szociális helyiségeket. A térség országgyűlési képviselője szerint ezek a beruházások élhetőbbé teszik a mindennapokat, és növelik a falvak vonzerejét. Ma azt hallom, hogy trendi lett falun lakni, dolgozni és családot alapítani. Próbálunk több pályát kapcsán segíteni mindazokon, akik ezt a helyet választják lakóhelyül, hiszen itt Csonkegyháton is kisboltot nyitottunk, van fogorvos, óvoda, iskola, és minden, ami kell egy ilyen kis településen, hogy megtalálja valaki a számítását. A következő időszakban játszótér kialakítására nyújtanak be kérelmet. Az új létesítményt ezen a területen szeretnék kiépíteni. A teret díszítő eligazító táblát az egyik diák festette. A csaknem 340 lelkes településen a lakók sokat tesznek lakókörnyezetükért. A Jánhegyen álló közösségi pajtát helyi összefogással bővítik, ami a hűvösebb évszakokban is ideális helyszínt adhat a rendezvényeknek.